megvárjuk, amíg az autók elmennek. Ha! Oké. Okay. Sziasztok! Hely, ahol élünk! És elindítjuk műsorunkat! Hadd mutassuk be nektek Kanti Boglárkát! Fogadjátok őt sok-sok szeretettel, és nézzük meg, és hallgassuk meg az ő sztoriát! Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Elsősorban hadd mutatkozzak be, Kanti Boglárka vagyok. 7 éve élek Tenerifén, és nagyon jó a kérdés, amit nagyon sokan feltesznek. Hát nekem ez úgy jött, elsősorban nekem, hogy én világéletemben tudtam, hogy nem Magyarországon fogom leélni az életemnek a nagy részét, tehát nekem konkrétan már gyerekkoromtól is mindig is tudtam, hogy nem Magyarország, mindig is mentem el otthonról, bejártam a fél világot, egészen Ausztráliától Új-Zélandig, Európán belül mindenhol megfordultam. Én voltam a családban a fekete bárány, és Tenerifehez egyszerűen csak így beakadt, tehát mindenhol jól éreztem magam, de eljöttem. Hosszúk voltak az utazások, vízumkötelesek voltak a kontinensek, tanulnunk kellett, dolgoznunk kellett olyan keményen, ahogy ugye már az nem volt, a komfortzónán kívül ment. És hát 18 éves koromtól utaztam, majd Tenerifére 7 éve érkeztem meg, egy nagyon egyszerű kis nyaralás által. Jöttünk nyaralni, és akkor én emlékszem, Puerto Colomban ültem a kikötőben, nagyon szeretem a kikötőket, és azt mondtam, hogy itt akarok maradni, és onnan indult az egész. Igen, nagyon sok embertől egyébként azt hallottuk, hogy jó idő, pálmafa és a víz. Tehát ez volt az első, ami megfogta. Ez nálad is beütött egyébként? Természetesen. Sziget, nekem nincs sífelszerelésem, nincsenek ilyen téli. Ugye nekem a téli Magyarország az abszolút nem, úgyhogy én mindig is azt tudtam, hogy valamikor valahol egy szigeten fog élni. Hogy aztán melyiken is hol lesz, az nem volt így bepontosítva. Jó, csak ugye a te esetet, vagy említetted, hogy a több országot is megjártál, tehát idézőesen volt választási lehetőség. Én már mindenhol voltam. És mégis te nem. Amerikában, Ausztráliában, Hawaii-on, mindenhol. Na te, de ugye, akkor a pálmafa az nem jogos, mert ugye Hawaii-t elkezdett bárhova a pálmafa. Tehát akkor itt valami más. Van, csak ugye a Kanári-szigetek én azt szerettem meg elsősorban, hogy ugye csak 5 órát kell repüljen, az egyik. Uh-huh. A másik pedig az, hogy nem vízumköteles, EU-ban van. Ez egy olyan könnyebbség, hogy ilyen könnyebbséget, és már melegben vagy, ugye, örök tavasz szigete, a pálmafák itt vannak, ilyen lehetőségek nincsenek máshol. Uh-huh. Jó, eldöntöttétek, vagy eldöntötted, hogy kiköltöztük Tenerifére. És a következő lépés az hogy zajlott? Mi volt az agyban? Hát nagyon érdekes volt, mert azzal, akivel kijöttem, akkor egy ismerősöm előtt, én mondtam neki Puerto Colomba, hogy ne haragudj, én itt maradok, te menjél haza, és akkor ő hazament, én meg ott maradtam, és akkor onnan kezdődött a... Ugye én azt gondolom, mindenkit megmér a sziget. Tehát aki úgy jön ki a szigetre, hogy hopp, én itt maradok, tehát nem felkészültem, azt mindenkit megmér a sziget, úgyhogy én onnantól kezdve én fölültem azt mondom az édesanyámat, ő azért valamilyen szinten támogatott engem, de teljesen ismeretlenül se emberismeretem nem volt, se helyismeretem nem volt. Uh-huh. Én akkor személyedzőként dolgoztam, ugye az alapvetően mindenhol lehet csinálni, angolul beszéltem, spanyolul egyáltalán nem, és akkor indultam neki ott egy ilyen, bennem csak egy olyan érzés volt, hogy engem nem érdekel, itt maradok. Aha. Semmit nem tudtam, csak hogy itt akarok maradni. Jó, tehát akkor vegyük alapul, hogy ott állt rá két csomaggal, hogy Puerto Colomba. Konkrétan igen. És gyakorlatilag akkor eldöntötted, hogy mondjuk teszem az, hogy lakást kell bérelni, mert ugye valahol lakni kell, vagy utána ugye meg volt ugye a munkaszerzés. Mivel kezdted, gondolom, a lakás volt az elsődleges? Mi egy ismerősünkhöz utaztunk ki, tehát nála laktam, ő azt mondta nekem, hogy segít, nyugodtan maradjak ott nála, úgyhogy ideig nála húztam meg magam, és segített nekem adott autót is, és akkor nyilván általa ismertem meg a kintieket, illetve az nagyjából, hogy mi merre hány méter, és nagyon akkor emlékszem, napig 10 órát kocsikáztam, és próbáltam megismerni a szigetet, és akkor tőle kerültem el egy másik párhoz, akinek akkor azt mondom, a kiskutyáira vigyáztam, mert hazamentek Magyarországra. Uh-huh. Ugye az már Puerto Colomba, bocsánat, hol van a Hard Rock Hotel? Hirtelen akartam mondani. Nem. És akkor ott laktam náluk egy darabig, akkor én már elkezdtem nyomtatni az önéletrajzokat, akkor én már akkor kerültem bele a... Sose felejtem el, hogy igen, akkor még telefonkártyát kellett cserélnünk,
és volt egy ilyen legújabb kis 3-as vagy 4-es iPhone-om, és azzal pont, mint ilyen teraszos volt a lakás, és így emlékszem, hogy kinyújtottam a kezemet így föl a teraszról, és akkor volt egy 1-es térerőm. És akkor én csak gondolkodás nélkül írtam az internetre, hogy sziasztok, ez vagyok, az vagyok. És akkor így azt tudom, hogy olyan energiáim voltak, hogy nagyon sok ember rám írt, és segítettek, és akkor kerültem be távol, vagy mégis távol vagy tőlem, mégis távol vagy tőlem, mégis vagy közel magyar Tenerifei csoportba, és akkor onnan kezdődött az, hogy segítettek, akkor ugye információkat osztanak meg, hogy mit csinálj, hogy csinálj. Akkor ugye én töltöttem önéletrajzokat, mentem hotelről hotelre. Napi 16 óra mentem. És mennyi időn belül találtam munkát egyébként így, ilyen jelleggel? Hotelokban nem találtam, tehát egyértelműen azt tapasztaltam, hogy spanyolul kellett beszélni, tehát ez mindenkinek mondom is, hogy tehát azt ne gondolja, hogy ilyen is. Tehát hogyha nincs neki pénze és egy elgondolt valami a fejébe, akkor neki tanulni, akkor spanyolul kell beszélni. Tehát én nem tudtam semmit spanyolul, angolul tudtam, tehát a szállodépor az teljes mértékben nem jött össze, nulla visszahívást kaptam, tehát olyan, hogy majd lesz valami, meg majd dolgozunk valahol, meg bármit csinálunk majd azt, hogy mindenki szeretné kezdeni, ez nekem nem, abszolút nem. És akkor jött az ötlet, hogy személyedzősködtem, és akkor kiírtam ugye a csoportba, sziasztok, személyedző vagyok, akkor én már Pálmáron béreltem egy lakást, de azt is ismerős által, tehát a Kállai Dia ismerő barátnőm által sikerült egy lakást bérelnem Pálmáron, az akkor 600 euró volt, és életem egy ilyen kis gyöngyszem volt a lakás, életem mai napig azt mondom, hogy egy olyat szeretnék, és akkor onnan kezdtem az edzősködés, hogy lent a pálya mellett, az óceán mellett, akkor bementem a konditermekbe, ott azt mondták, hogy tartatok edzést, csak le kell adjak mondjuk x eurót edzésenként, és akkor bementem Amerikázba például a Minimal Fitnessbe, vagy elmentem föl a Dehére, a Full Fitnessbe, akkor ismerkedtem meg Andrésszal, aki végtelenül nagyon pozitív és nagyon kedves spanyolok volt, akik szinte meglepően tártorokkal váltak, hogy nálunk Magyarországon ez nem meglepő, hogy az emberek ennyire segítőkészek. Akkor nála dolgoztam, később az Andrésszal is kért, hogy tartsak nála órát helyettesítésként, akkor jöttek hozzám magyarok, tehát így elkezdődött a személyedzős történet, és így jártak hozzám az emberek, azáltal megismertem én is őket jobban, és akkor így nyílt ki a világom Tenerife. Figyelj, egy dolgot így nagyjából átugrottunk, mert lényeg az, hogy nekünk a kérdésünk az úgy van összeállítva, hogy az érdeklődők is ugye úgymond a nézők által legfontosabb kérdések vannak benne. Amikor ugye ide kerültél, segített ugyebár az ismerősöd, van egy bizonyos papírozási rész, ugye ez az úgynevezett névszám. Hogy ez neked mennyire volt bonyolult, mennyire kezeltek normálisan, mert ugye azt is nagyon jól tudjuk, vagy legalábbis mi tudjuk, a nézők nem biztos, hogy ugye a legtöbb helyi kommune vagy bármilyen, az ott is elvárja a spanyolt. Tehát ugye a legtöbb helyen, legalábbis én személy szerint azt tapasztaltam, hogy bárhol aki ment, ki volt ragasztva, nem beszél spanyol, akkor hozza magad a tolmácsot. Tehát nagyon, nem nagyon fogadják az angolt sem. Tehát ez mennyire volt bonyolult, vagy ebből is kaptál segítséget? Kaptam segítséget mindenben. Hozzáteszem, én anyagilag jó voltam. Tehát én azt látom, hogy ha anyagilag jó vagy, akkor mondhatjuk úgy csúnya, hogy mindent meg tudsz venni. Tehát, hogyha segítség kell mai napig is, akkor azt mondom, van egy nagyon kedves ismerősöm, aki ezzel foglalkozik, ügyintézésre adok neki egy olyan összeget, amit kér, általában nem szoktak sokat kérni, mondjuk 50 euró. Uh-huh. Azt kifizetem, és elmegyünk együtt. De én akkor kaptam segítséget ahhoz is. Tehát én segítséggel mentem a rendőrségre, segítséggel mentem a bankba, én teljes mértékben segítséggel mentem mindenhol. Uh-huh. És nem is volt semmi problémám. Tehát az a lényeg, ha van az embernek pénze, akkor nyilván meg tudja fizetni azt, hogy segítsenek neki. Igen, azt társadalom. Mindenféle nehézségekről. Uh-huh. Jó, de hát lényeg az, hogy a nézők akkor ebből levehetik azt, hogyha bárkinek az ötletében kerül azt, hogy nagyon is kiugrok, akkor tenni fél, és ott fogok élni, akkor erre rá kell készülni. Én azt gondolom, hogy legegyszerűbb keresni egy olyan illetékest, aki ezzel foglalkozik, megbízható nyilván. Én nekem szerencsém volt, engem nem húzott le úgymond senki, mert hallani sok olyan rossz dolgot, hogy úristen, ennyit meg annyit kérnek. Nekem egy teljesen reális 20 vagy 50 eurót kértek, illetve olyan emberekkel találkoztam, akik nagyon sokat segítettek nekem ingyen is, internet vagy számítógépet szerelni, vagy tényleg azt mondhatom mai napig barátaim, és nemben segítettek nekem. Teljesen jó. És plusz szerencse. Valahol. Ugye sajnos vannak negatív információk is ezzel kapcsolatban. Jó, akkor elkezdtél ugye a fitness-el foglalkozni,
Majd gondolom, Igen. hogy ezek után elkezdett fejlődni ez az egész környezet, ugye pont a kapcsolati tőkének köszönhetően, és mi volt a következő lépés, mi volt a következő lépcsőfokod? Az volt a következő lépés, hogy ugye átok, meg volt Facebook, és én posztoltam nyilván a munkámat a Facebookra, és akkor Magyarországról ezt a Magyar Fitness Szövetségnek az elnök azt mondja, ezt észlelte, és írt nekem egy üzenetet, hogy mi lenne, hogyha Tenerifén én csinálnék egy spanyol sportszövetséget, és akkor rendeznénk ott egy Európa bajnokságot, hát innentől kezdve indult be úgymond Isten igazából a Tenerife életem. Jó, erről mondaná azért pár szót, mert azért szerintem nem mindenki tud egy ilyet csinálni. Hát nem. Ott azért egy-két ilyen sírás hangom, de nyilván nyomás alatt nő a pálma, hát akkor úgy meg volt már a lakásom Pálmáron, amit tényleg szintén szerencse útján jutottam hozzá, mert hát barátom segített, és egy nagyon kedves ember volt a tulajdon, ugye Justin Muscat a katamarán tulajdonosé volt a lakás, tehát Justin is egy nagyon-nagyon kedves angol úriember. Meg volt már a lakásom, akkor ugye onnantól kezdve keresésben voltunk, hogy melyik ügyvéd, milyen ügyvéd tudná megcsinálni a cégpapírokat, ugye elmondtuk az ötletünket. Én akkor kifogtam egy Carlos nevű ügyvédet, aki beszélt angolul. Aha. És hozzá bementünk, Adahén, egyszerű volt, elmondtam neki, mit szeretnék, sportszövetség, és megcsináltuk. Tehát Isten igazából itt is szerencsénk volt, mert egy WBPF Spain, hogy is volt, igen, egy World Bodybuilding Professor Spain fitness szövetséget csináltunk, és azt egy angol ügyvéd, a spanyol-angolul beszélő ügyvéd csinálta meg nekem. Ugye megmondtam, miért bejelentkezhettem az albéletbe, tehát nekem ez duplán szerencse volt. Oda voltam bejelentve, ugye innentől kezdve tudtam csinálni bankban, nyitottam bankszámlát, és akkor mindent ugye meg tudtam adni, ami a szövetséghez kellett. És egy olyan kérdés, mely egy pici kitérő. Ugye itt elkezdted felépíteni az életedet. Mi lett Magyarországgal? Tehát ott volt bármi olyasmi, amit teljes egészében ott hagytál, teljesen felszámoltad, és átcsoportosítottad ide, vagy ott külön lábként megtartottál valamit, és gyakorlatilag párhuzamosan futtatod a két dolgot? Nem, nekem ez nagyon-nagyon fontos volt, és ha tényleg, ha bárki engem megkérdez, mindig elmondom, hogy senki ne égessen maga mögött föl mindent. Nekem ez nagyon-nagyon fontos dolog volt, nekem ott van, otthonom van, lakásom van, és semmit. Én nekem ezt mindig is, tehát én ezt sosem léptem volna meg, hogy úgy vagyok, hogy mindent eladok. Tehát nekem otthon meg volt, ha bármi történik, én haza tudok menni. De akkor én 2 évet voltam kint Tenerifén fixen, akkor nem jártam haza, otthon szépen volt zárva a lakásom. Napi szinten ugye nekem a szüleim otthon van, tehát napi szinten volt mögöttem egy támogató közeg, de nagyon-nagyon fontosnak tartottam, hogy semmit nem égetek föl magam mögött. Igen, tehát ez egy fontos és tanács. Én ezt is javaslom. Ezt az meg, ez egy fontos tanács, tehát azoknak, akik most gondolkoznak ebben. Igen. Jó, és mai napjaid hogyan zajlanak, vagy pedig megmaradt még a fitness, és amellé történt még valami plusz, vagy közbeváltás is történt az életedben? Hát a Tenerife-ön akkor csináltunk egy, bocsánat, 2 Európa bajnokságot, aminek nagyon nagy sikere volt, a CM-ból, ugye megint a segítség, tehát úgyhogy szerencsések voltunk, mert amikor jött az ötlet az Európa bajnokságra, akkor mind a magyar szövetség is nagyon segített minket, mert Európa bajnokságot nem kaphat meg akárki. Mind a spanyol része volt egy nagyon nagy segítség. Nekem akkor volt egy tolmácsom, ő is mai napig egy nagyon kedves barátnőm, és én kerestem egy tolmácsot, javasolták ezt a hölgyet, felvettem a hölgyel a kapcsolatot, és vele napi szinten reggeltől estig mentünk Ayuntamientótól Ayuntamientóig, mondtuk az ötletünket, kerestünk helyszínt, bejutottunk a Siam Mallba, a Siam Mall ingyenesen biztosított nekünk helyszínt, mert hát akkor még új volt a Siam Mall, és nekik is rangos eseményeket kerestek. Az Ayuntamientótól kaptunk segítséget, ilyen, hogy színpad, székek, krúzroha, akkor krúzroha is mellénk állt, ugye a Vöröskereszt, akkor kerestünk hangtechnikát, akkor egy hangtechnikus cég mellénk állt, tehát így Isten igazából úgy látszik, hogy nemes volt a feladat, mert egy nagyon nagy, 2 nagyon komoly versenyt hoztunk össze a CM Mallba, és tényleg egy brutális verseny volt, amikor ott álltunk a színpad előtt reggel, akkor azt mondtuk, hogy úristen, tehát fél évnek a kőkemény munkája volt, akkor benne, de én párhuzamosan készültem egy versenyre is, úgyhogy tudjak hozni azért ehhez egy formát. Én 4 évvel ezelőtt volt az utolsó verseny, akkor készültem fel a Magyar Fit Parádéra, de ezt én kint Tenerifén csináltam végig. Aha. Úgyhogy elég kemény időszak volt, igen. Igen, az kemény. Annyit én kérhetek, vagy nem tudom, hogy szeretnéd, vagy nem, de ugye említettük, hogy ezt a hölgyet is, aki segített neked, ezek szerint ő teljesen aranyos és segítőkész. Tehát nyugodtan nevezzük meg. Tehát, hogyha bárkinek... Jó, olyan Musa Melinda volt, igen, drága Musa Melinda barátnőm volt, aki
végigcsinálta az egész, és tényleg le a kalappal előtte. Hozzáteszem, nagyon sok magyar mellém állt, hogy ingyenesen segítettek a versenyszervezésben, és ott voltak, mint staff, ugye a Mózes Adriék, a hangmérnök volt, a Jankovics Áron, Áront is mindenki ismeri, és mindenkinek azt mondtam, hogy Áronnal bizol, az Áronhoz fordulnak bizalommal, mert egy végtelen jó ember, tehát hál' Isten, én azt a magyar réteget fogtam ki, nagyon sok szóval vigyázni a magyarokkal, én nekem nem kellett vigyázni a magyarokkal, én pontosan azokat a magyarokat vonzottam be, aki a mai napig a legjobb barátaim, és bármikor, bármiben fordulhatnak hozzám, vagy én hozzájuk, vagy egymáshoz, és én azt gondolom, hogy maximálisan a legjobb barátaim itt Tenerifén, szóval a Musa Melindával napi 16 órát mentünk egészen északtól az összes konditeremig, raktuk ki a plakátokat, kerestük a versenyzőket, úgyhogy itt a spanyol, legkomolyabb spanyol testépítők is megjelentek ugye a mi versenyünkön. Volt itt ukrán hölgy, aki bekerült a bírói panelba, tehát hogy jöttek osztrák felvezető bírók, volt egy nagyon komoly osztrák ügyvéd, akkor jöttek ugye a magyar csapatok, jöttek ugye az ukrán csapatok, jöttek a spanyol csapatok, jöttek a német csapatok, ez egy hatalmas, tök majd 200 versenyzőnk volt, úgyhogy ez egy nagyon nagy összefogás volt a magyarok részéről, és tényleg azt mondhatom, hogy soha senki egy forintot nem kért tőlem, és nem fogadott el tőlem, ott segítettük egymást, ahol tudtuk. Szóval nagyon-nagyon szépen összeálltak a dolgok. Ez csak gratulálni tudok. Hát ez tényleg egy egyedi. Jó, és akkor napjaink, az hogyan zajlik? Tehát most például, most mivel foglalkozol, és a kérdés, mert ugye az egész beszélgetésünk elején azt mondtad, hogy egyedül megálltál Puerto Colomba két bőröndel, de ugye nagyon jól tudjuk, hogy nem egyedül laksz. Úgyhogy a párod például hogyan jött kapcsolatba? Tehát ott ismerted meg, vagy már otthonról ismerted, és gondolkod, hát, hogy ha te már kimentél melegbe, akkor én is jövök, vagy ez hogy jött össze? De nekem mindig is nagy álmom volt az, hogy tök jól megéltem a világon mindent, de nem tudtam megélni, mert egyedül voltam mindenhol. Hiába voltam a legszebb helyeken, a leggyönyörűbb bícseken, mindig egyedül voltam. Ugye azt kialakítani, hogy a pároddal együtt mozogjál, ez nagyon nehéz. Uh-huh. Amikor megcsináltuk az Európa-bajnokságot, utána még a fitnessiparban tevékenykedtem, még ezt gyorsan elmondom, mert ez vezet oda, hogy vagyunk most kint együtt. Uh-huh. Utána én cukormentes édességeket kezdtem el gyártani, az is egy ilyen napi, akkor napi 16 órát voltam a konyhába, és azt is megcsináltuk, és annak is nagy sikere volt, ez úgy történt, hogy kis hűtőket vittünk a termekbe, ugye a termek már ismertek engem, mert hogy a verseny által már volt azért egy úgymond nevem, hogy elfogadtak. Kis hűtőket vittünk a termekbe, a termekben heti váltásra voltak benne cukormentes édesség, amit most már Magyarországon már nagyon elterjedt, akkor még itt mi hoztuk be, ezek zöldség és fehérje alapú édességek voltak, és Európába hoztuk a fehérjét, a dobozokat, mindent, tehát amikor én ezt megcsináltam, és talpra állítottam ezt az úgymond Fitzfit Canarias nevű céget, akkor én azt éreztem, hogy Tenerife nem nekem való olyan szempontból, hogy üzleti lehetőség. És akkor is még mindig egyedül voltam. Tehát nagyon sok volt rajtam már a nyomás, nagyon sok volt rajtam a teher, mindig mindent egyedül csináltam, nem erre vágytam már, és amikor a Fitzfit már olyan szinten fennállt, hogy tényleg üzemelni tudtam volna, jó profittel, ugye értem azt, hogy konyhánk volt, saját német cukrászunk volt, nagyon nagy volt a felelősség, és ez egy heti meló volt, mert úgy értem, mondom, hogy hétfőtől szombatig kellett csinálni, nem volt benne megállás, és akkor kellett hozzak egy döntést, hogy folytatom-e, vagy most fejezem be. Uh-huh. És akkor egy döntés, hogy ezt most kell befejeznem, amíg még nem tolok bele több időt, még jobban idekött a szigetre, még többet leszek egyedül, és akkor már nagyon-nagyon vágytam arra, hogy nekem mindig benne volt a fejemben, hogy egyszer a szerelemmel, a párommal legyek kint, de akkor én két év után már akkor én kétlak életet éltem, és jártam haza Magyarországra. Uh-huh. És akkor éreztem azt, hogy télen, nyáron Magyarország, télen Tenerife. Hogy nekem ez a jó, és akkor még ugye úgy jártam ki Tenerife-re, akkor még egyedül, hogy itt voltam kint télen, és nyáron otthon voltam Magyarországon, de még mindig egyedül. És akkor ismerkedtem meg a mostani párommal, aki hál' Isten most már itt van velem, nagyon örülök neki, nagyon éreztem, hogy itt tud velem lenni, de hát ő egy gépészmérnök, és otthon Magyarországon dolgozott egy magyar rendszerben. Ugye munkahelyen dolgozott, hétfőtől péntekig, ugye, mint az átlag emberek otthon jár dolgozni, és akkor volt egyszer az történt, hogy otthon maradtam vele télen. Hát és ugye akkor próbáltuk úgy alakítani az életünket, hogy egyszer ő is ki tudja jönni velem, és akkor itt tudjunk lenni, és együtt tudjuk kialakítani ezt az életet. Ez azért kemény volt, ez két évünkbe tartott. Aha. Az igen. Két évünkbe került az, hogy vagy én voltam otthon télen, akkor vagy ő jött ki hozzám,
Ugye én próbáltam bele neki megmutatni azt, hogy de jó, de hát azért nem olyan egyszerű otthon egy munkahelyet, egy biztos jogmunkahelyet feladni, és azért csak kiugrani Tenerife-re, hogy hoppá, most csak így kiugrok. Úgyhogy hál' Isten, két évünkbe tellett az, hogy most már itt van velem, és most már együtt alakítjuk az életünket. Igen. Hát meg most már, ha de úgy is nézzük, akkor ha azt nézem, hogy a vírusnak köszönhetően most már, ha úgy nézzük, abban az irányba ment el a világ, hogy most már elfogadják azt, hogy otthonról dolgoz, home office, bármi ilyesmi, vagy akár mondhatom azt, hogy úgynevezett net nomád leszel. Tehát ugye gyakorlatilag az egyre jobban elfogadott. Hogy ebben az irányba azért akkor el tudtátok vinni az ő oldalát is. El, és mindenkinek azt üzenem, nyilván mindenki becsülök, tisztelt, ki otthon dolgozik, és vannak olyan munkáik, hogy asztalos, tetőfedő, sorolhatnám, aki nem tud online munkát végezni. Én nekem az egészségipar, illetve a fitnessipar, illetve az egészségmentorálás által, hál' Isten, van olyan szerencsém, hogy én nekem az online munka egy áldás. Tehát én tudok online dolgozni, én tudok egy olyan céggel dolgozok, akik online webshopokon keresztül értékesítik a termékeket. Én el tudtam menni egy olyan irányba, ami a természetgyógyászattal foglalkozik. Én tudok tanulni itt is, tudok tanulni online. Tehát abszolút bele tudtam azt illeszteni az életembe, ami ki tudta az egész életemet teljesíteni, és most mondom azt, hogy jó helyen vagyok, hogy ha tehetem, akkor Tenerife-n vagyok, ha kedvem van, akkor hazamegyek, úgyhogy tudok dolgozni otthon is, tudok dolgozni itt is, vagy tudunk dolgozni most már otthon és itt is, és most már az online világnak a küszöbén vagyunk, és nem mindegy, hogy az ember úgy jön ki Tenerife-re, mint amit beszéltük, hogy föl kell mindent égessél magad mögött, itt kell, hogy egy új életet kezdjél, ugye, amiről beszéltük mi is, hogy be kell fektess egy üzletbe, be kell fektess eszközökbe, bútorokba, reklámba, marketingbe, és ez megint nagyon-nagyon sok, több ezer euró, több millió forint. És az sem biztos, hogy az működni fog, hogy a spanyolok azt szeretni fogják, hisz ez egy turista sziget, nem biztos, hogy az az igény, mint otthon, és akkor ott álltál, hogy kibérelsz egy üzletet egy évre, de ugye azt már fölmondani, hogy nem tudod, kiköltöztél, lakást bérelsz, adót fizetsz, könyvelőt fizetsz, tehát én azt mondom, én nagyon sok mindenkinek reklámozom azt, hogy gyere és dolgozz velem, mert ez egy tanulható szakma, de az online világ küszöbén én azt mondom, hogy igenis vannak olyan online munkák és olyan online lehetőségek, amit meg kell ragadni. Persze, és tanulni kell. Figyelj, én azt tudom neked tanácsolni, akkor adjunk ötletet, vagy adjunk segítséget a nézőknek, hogy akkor nyugodtan nevezd, hogy akkor mivel foglalkozol, miben tudnál te segíteni. Hogyha te persze azt mondom, aki kedvet kap, és azt mondja, akkor most kiköltözök a Tenerife-re, megnézem Puerto Colont, viszem a két bőröndömet, és akkor én is interneten szeretnék dolgozni. Tehát akkor ezt igen, hogy? Igen, fitnessiparból, sportiparból jöttem, hogy eleinte nyilván én is tanultam, aztán tanítottam az edzőket. Utána kerestem hivatást, nagyon fontos. Tehát én a másik, hogy azért találtam meg ilyen sokára a hivatásomat, mert hivatást kerestem, és nem munkát. Tehát nekem nagyon-nagyon fontos volt, hogy senki nem mondja meg, hogy mikor menjek be dolgozni, hol menjek be dolgozni, kikkel dolgozzak, meddig maradjak, mikor van szabadságom, mikor lehetek a családommal, szerettem el, mikor utazzak. Ugye online világnak az előnye. És akkor a természetgyógyászat felé vettem az irányt, ami nagyon-nagyon fontos, hisz most már mindenki egyértelműen tisztában van azzal, hogy az életünk megváltozott, az életkörülményeink megváltoztak. Az életünket körülveszik a mérgek, a toxinok, mind az élelmiszeriparból, mind a kozmetikai iparból, mind a levegőből a vizet, tele van az életünk méreganyaggal. Már ugye nem úgy mozgunk, nem úgy élünk, ülő munkákat végzünk, tehát teljes mértékben megváltozott az életünk, az étkezésünk már nem minőségi étkezést folytatunk, hanem mennyiségit. Rengeteg civilizációs betegség vesz minket körül. Tehát én a természetgyógyászatban találtam meg azt a jövőben mutató tevékenységet, ami teljes mértékben föl tudok vállalni, és tudom azt mondani az embereknek, tudom képviselni, hogy gyertek, én multilevel marketing cégnél dolgozok, nem titok, én a Biocom Network Marketinghez tudtam letenni a voksomat, de ez is egy termék tapasztalatból jött, mert ugye minket is körülvettek a civilizációs betegségek, mint például az ételintolerancia. Mi meggyógyultunk a termékek által, és akkor láttam meg ezt a lehetőséget. És nekem ez egy nagyon-nagyon nagy áldás, hisz nem kell raktárkészletet felhalmozzak, nem kell üzletet nyissak, ezt mind a cég biztosítja nekünk. Én egy online marketinget képviselek, és magát a természetes, a gyógyszermentes, vegyszermentes háztartás képviselem, amiben rengeteget tanulok, tehát ez nem egy könnyű feladat, ugyanúgy képezni kell benne magunkat, mint bármilyen más szakterületen, de meg tudjuk tenni online. Tehát meg tudom tenni azt, hogy lemegyek napozni a partra, és én döntöm el, hogy mikor tanulok, mikor jelentkezek be a természetgyógyász képzésre, mikor veszem fel az emberekkel a kapcsolatot, mikor gyógyítjuk őket, tehát teljes mértékben én döntöm el.
És ami nagyon-nagyon fontos volt, hogy a jövőbe mutató. Mert sajnos az egész nem jobb, ez csak rosszabb. Így van. Azt azért tudjuk, hogy ugye ennek a bizonyos rendszernek azért nagyon sok ótkolója van. Neked mennyire volt nehéz ebbe úgymond bekapcsolódnod, vagy mennyire voltál elnyitott, vagy mennyire volt nehéz tényleg elindítani ezt az egészet? Na, bocsánat, csak kellett váltsunk, itt az akkumulátorom leverül. Szóval visszatérve a kérdésedre, hogy mennyire volt nekem nehéz a rendszer, semmennyire. Én borzasztó nyitott és pozitív ember vagyok, én nem félek semmitől. Én azt gondolom, hogy ezektől a rendszerektől sem kell félni, mert ha valaki nem akarja, hogy beszervezik, akkor nem szervezik be. Végtelen egyszerű. Én azt gondolom, meg kell látni a lehetőségeket, mindenkinek saját magához mérten. Én azt gondolom, hogy manapság az online világ küszöbén egy multilevel marketing cég áldás. Nekem mindenféleképpen áldás. Jó, hát tapasztalatunk, legalábbis nekem, én azt hiszem észre, hogy sajnos, aki abban nőtt bele, tudod, hogy beleverték, hogy legyen egy munkahelyed, legyen egy fix fizetésed, és abból él meg, azok elég nehézen lépnek ki ebből a komfortzónából. De hát bízunk benne, hogy most már az egyébben el fog terjedni. Igen, ez történik, hogy gyors, tehát változott kell a világ, és a világ változik sajnos. Ezt föl kell ismerni, föl kell tudni ismerni a változást. Én szerintem teljesen tök, hogy milyen munkád van, a lényeg az, hogy tudjál nyitott lenni. Tudod észrevenni a lehetőséget, és azokkal élni. Körülöttem is, a legjobb barátaim is simán nemet mondanak, és attól függetlenül, hogy olyan jó barátok vagyunk, csak látom azt, én azt látom, hogy ezeken a munkahelyeken mi stressz van. Amikor az ember rá van kényszerítve az, amit nem akar. Egészségiparban dolgozik egy nagyon kedves barátnőm, hát a Covid alatt senkinek nem kívánom, amit túlmentek. Sorolhatnám, otthon a stressz az egy nagyon-nagyon nagy borzasztó nyomógomb, tehát a stressz az kinyír mindannyiunkat, és én azt gondolom, hogy egyszerűen csak nyitottnak kell, és meg fogod találni azt, hogy te nem vagy stresszes. Mert élni így jöttünk a földre, nem létezni. Ez így van, ki kell élvezni. Jó, egy olyan záró kérdés, hogy mik zajlanak most tervekbe plusz a jövőre való tekintettel? Tehát elsőlegesen tartod Tenerife-t, mert annyira megszeretett, hogy ott maradsz, vagy gondolkozol abba, hogy még öregebb korodra, hiszen éppen csak 18 vagy, visszamész Magyarországra. Tehát mi a gondolatmenet? Megfordult-e már ilyen benned, ebből beszéltetek-e, vagy egyáltalán nem tudom, gyerekvállalás, vagy gyerektalálás a sarkon, vagy bármit, tehát azon van bármi ilyesmi jött? Hát én szabad lélek vagyok. Persze, nagyon jó kérdések, amúgy imádjuk, szeretjük Tenerife-t, de az még ahhoz fiatalok vagyunk, hogy Tenerife nekem kicsit egy olyan nyugdíjas életmód, hogy ha majd öreg leszek, akkor itt tökül, vagy lemegyek a partra, teniszezek meg, mit tudom én. Most meg azért aktívabbak vagyunk ennél, és látjuk azt, hogy felismertük azt, hogy Tenerife számunkra, kihangsúlyozom, nem alkalmas arra, hogy mi itt üzleti tevékenységet végezzünk. Mindenféleképpen szeretnénk két lakiak maradni, mi szeretjük nagyon Magyarországot is, de most tervezzük azt, hogy átmegyünk a spanyol déli szárazföldre. Uh-huh. Az én cégem Európán belül értékesít, szállít mindenhol, tehát nekem pont az a nehézség, hogy Tenerife-re nem tudok rendelni termékeket. Eddig jöttem a 32 éves bőrönde, és mindent eladtam, de így nem szeretnék, tehát én komoly munkát szeretnék folytatni, és így most azt tervezzük, hogy szeptembertől körülnézünk Malagán, és az arra, Malaga felé nyitunk. Most már ott is felvettem a kapcsolatot az ottani magyarokkal, magyar könyvelőkkel, akik intézik a milyen számot. Most már találkoztunk a magyar boltosokkal, feltől a kapcsolatot. Ugyanazt akarom fölépíteni Malagán, amíg itt Tenerifén. És szerintem ugyanaz a szisztéma is. Kimenni, ismerkedni, megismerni az embereket, és akkor ott elkezdeni hirdetni magunkat, életmódváltás, természetgyógyászat. És akkor már szárazföldön leszünk, nem kell repülni, mert azért az sem egyszerű, amikor itt volt a Covid, és itt volt ki egy ingatlanom, ki volt adva, és akkor történt bármi, akkor repülni kellett, ugye, akkor a Covid igazolások, akkor ha nem repülni akarunk, akkor kompal. Tehát ezt szeretném kicsit egyszerűbbé tenni. De valószínűleg maradunk Tenerife-n is, csak most mi beteszünk még egy helyet, ugye szárazföldet. Aha, meg lesz a háromszög. Jó, és egyébként még egy milyen tapasztalatod van a helyiekkel kapcsolatosan, ők mennyire nyitottak egyébként a külföldiek irányába? Tehát inkább hátráltatják a dolgokat, vagy ők is segítőkészek, vagy teljesen vegyes ott is, tehát ez így, vajon milyen érzés ez így? Mányjána, ugye? Mányjána. Igen, ez. Az igazság, hogy én Buróban voltam itt Tenerifén is, tehát én nem nagyon voltam a Kanáriok között, mert hát ugye ahol én mozogtam, ugye nekem azért mindenem megvolt, én vagy magyarokkal mozogtam, sajnos ezért nem jó a spanyolom se, mert én jártam iskolába, ugye mindenkinek
keresek, ki akar jönni, hogy vannak a Centro Kultúrákban ugye ingyenes spanyol tanfolyamok, ezt mindenkinek el szoktam, hogy használják ki, de jártam hétfőtől péntek iskolába reggel estig, spanyol tanultam, de nem maradt meg, mert magyarok között voltam. Tehát ugye én nem nagyon voltam Kanáriok között, mert én akikkel ismerkedtem is, vagy ismertem is őket, azok inkább turizmusban vannak, azok meg ugye mindenki kedves. Tehát nem tapasztaltam velük se semmi rosszat, mert nem voltam ugye Kanária munkahelyen, nem dolgoztam étteremben, hotelben, nem dolgoztam semmi olyan közegben, ahol lett volna olyan tapasztalatom, akikkel én találkoztam, azok meg ugye alapból kedvesek, hisz ez a dolguk. Igen. Úgyhogy velünk kedvesek. A hivatalok, hivatali hivatalnokok pedig, hát az a pár perc, amit ott velük töltöttem, azok meg ugye hivatalnokok, tehát csinálják a dolgokat. Tehát ők sablonba jönnek, és azt nyomják, amit kell, és igen. Aha. Igen. Jó. Még, amit nagyon sokan kérdeznek, az étel. Tartottátok a magyar ételt, és azt hogyan tudod megvalósítani ki? Tehát, hogy az alapanyagok kérdése. Vagy pedig egy kicsit rászoktál valami helyi specialitásra, ami számodra azt mondja, hogy ízre bármi első passzolt? Szerintem a páromos jót most meg ezen a kérdésem, mert én aztán mindent megeszek. Tehát nem tudsz a terémre rakni, hogy ne ennék meg. Abszolút meg tudod valósítani magadat, hogyha főzni akarsz, akkor meg tudod valósítani a magyar konyhát, vannak magyar boltok, isteni a kolbászok, és mindenféle magyar cuccot hoznak, de én nagyon-nagyon szeretem az indiai, kínai, és természetesen az itteni ételeket is, ami viszont nagyon-nagyon fontos, és ezt azért nagyon érezhető, hogy így sokkal jobb az ételnek a minősége, mint otthon. Tehát itt érezzük magunkon az egészségünkön is, hogy sokkal jobb az ételek minősége, a húsoknak a minősége, a zöldségek minősége, itt még azért zöldség van, meg hús. Aha. És sajnos azt hiszem, hogy Magyarországon meg már kegyetlen rossz. Értem. És ár az nagyjából ugyanaz, bocsánat, de viszont igen. Maga pont ez lett volna a kérdés egyébként, hogy az árviszonyítás alapnak viszont ez hogyan jön ki. Én azt gondolom, hogy nagyjából ugyanaz, sőt, talán most már Magyarország drágább lesz. Élet is. Az élet mindenféleképpen, az ételek is, tehát itt most mondjuk be tudunk vásárolni kette, hogyha elmegyünk egy Mercadónába, és ugye egy hétre bevásárolunk, vagy 5 napra, akkor 40 euróból nagyon jó dolgokat veszünk, és nem gondolkodás nélkül, mert tényleg van hús, zöldség, víz, üdítő, ha esetleg úgy van, vagy nasolni való, vagy édesség, vagy mirelit zöldség, 40-50 euróért bőven bevásárolunk, míg most otthon voltam egyedül, hát ez a napi 10-zel forintot elköltöttem sokszor. Igen, és ez még olcsó is. És maga a minősége nem, otthon már borzasztó az ételnek. Igen, ez jogos. Jó, akkor záróképként, te mit tudnád tanácsolni egy olyan családnak, vagy egyedülállónak, teljesen mindegy, aki most, teszem azt, hogy minket néz, és kedvet kap, hogy na, akkor én most pakolok, és rohanok ki Tenerifére. Kapjon mindenféleképpen kedvet, nincs ezzel baj, de én mindenkinek azt mondom, hogy semmiféleképpen se égessen föl maga mögött semmit, minél jobban legyen bebiztosítva az otthoni léte, ha teheti, főleg, hogy a gyerekek vannak. Mert nagyon sokan jártak úgy itt kín, hogy kijönnek, ugye először kijönnek nyaralni, igen, ami nagyon fontos, hogyha szeretne kijönni Tenerifére, akkor jöjjön ki egy kicsit hosszabb időre, mielőtt döntést hoz, mert a nyaralás az mindenhol nagyon jó, csak a real élet az már nem nyaralás. Igen. Hát azt javaslom mindenki, hogyha megtetszett neki a hely, akkor jöjjön ki 3 hónapra először, próbálja lakást bérelni, nézzen körül munkát, munkaterületén, mennyire tudja a spanyolt magáinak tekinteni, kérdezősködjön, menjen be a magyar csoportba, találkozom magyarokkal, nézzen körül az iskolákban, mik a vélemények, tehát ne döntsön úgy, hogy csak megfogom és kijök, és jöjjön ki, ismerje meg az életet, mert a sziget mindenkit megmér. Igen. És akkor ne legyünk, úristen, sokan jöttek úgy ki, hogy mondjuk profi grafikus volt, úgy jött ki, hogy azt gondolta, hogy lesz nagy és széles sávú internet, tehát aztán nem volt, nem tud dolgozni. Aha. Pedig banális dolog, hogy az internet. Nem tud dolgozni, ment haza. Nagyon sokat hallok, hogy itt kint szakítanak a párok, ugye, mert itt már összevagytok zárva, itt már nem úgy, és azért nagyon nyomasztó tudom lenni, hiába szép a sziget, nagyon nyomasztó is tud lenni a sziget. Igen, ezt hallottuk mi is, meg itt tapasztalatok is lesznek, hogy van, akit még jobban összefűz, és tényleg azt mondja, hogy tényleg egy egységet alkot, van, aki meg gyakorlatilag van egy 10-12 éves kapcsolata akár, ami eszmetlen rózsaszín köt felül, kimegyődő, és gyakorlatilag 2 hónap alatt fölrobban minden. Pontosan, nem tudja magát megvalósítani, nem tudja az életét elindítani, tényleg lehet, hogy olyan dolgokat kérnek tőle, ami a munkájához kell, vagy nem talál munkát, szóval nagyon-nagyon nem talál olyan lakást. Én például azt mondom, nekem van egy nagyon szép lakásom, én azt kiadtam, és mi elmentünk egy másik lakásba.
és én nagyon, és nagyon még úgy, hogy nekem mindenem megvan, tehát már rezidens is vagyok, nagyon nehéz volt találni egy olyan lakást, mert most senkit nem érdekel a Covid-ot, hogy neked mit van. Vagy leraksz fél évet, két hónapig aukcióval, vagy nem kapsz lakást. Mm-hmm. És egy olyan lakást voltunk, ami jó volt a lakás, de nem volt olyan energiája. Tehát nem mindegy, hogy napos oldalon vagy, vagy hideg oldalon. Tehát Tenerifén azt kell tudni, hogy ha süt a nap 40 fok van, ahogy bemész az árnyékba, megfagysz. És rideg, hideg volt a lakásunk. És ott már az embernek a hangulata is. De ezzel ilyen kis dolgot tudnék sorolni. Ha elkezd elfogyni a pénzed, akkor már. Tehát én mindenkinek azt mondom, hogy jöjjön ki egy kicsit hosszabb időre. A Covid alatt nem lehetett kocsit bérelni. Ha kijön kocsival, akkor a komppal kell jönnie, akkor a kompsokba kerül, akkor itt az átírás, ugye tudnia kell azt, hogy meddig lehet magyar rendszám. Szóval jöjjön neki egy hosszabb időre, amikor már nem nyaralás van. Uh-huh. Igen. Érezzék meg az itteni dolgokat is, mert akkor már akarom, vagy nem akarom. Igen. Olyan kérdés, hogy a Sziget, mert ugye a Szigetről beszélünk. Ugye most felpadte, ugye a déli oldalon vagy megtalálható, igen, gondolom a lakásod is ott van, és gondolom is ott is béreltek valamelyre. Igen. Szerinted mi alapján tudja eldönteni az ember, hogy melyik részre menjen? Hiszen jó, persze, mi arról beszélgetünk, mert ugye tudjuk, hogy ez van különbség a két része között. Mert ugye akár is nézzük, ugye a Tenerife déli része az inkább a nyaralós övezet, az északi része az már egy kicsit ilyen európaisabb, tehát azt mondjam, városiasabb az egész. Hogyha valaki gondolkozik, akkor gyakorlatilag akkor azt a tanács, hogy először utazza körbe az egész szigetet akár, mert lehet, hogy az egyik oldal megtetszik neki, vagy a másik nem. Tehát ez, hogy ezt nem lehet tudni. De szerinted, vagy a te gondolkodás módod szerint melyik oldalát javasolnád egyébként a szigetnek? Hát ilyen melegebb. Ezt tényleg mindenki el tudja dönteni, mert nyilván van, aki jobb, valakinek jobban tetszik a város, ugye a déli rész, ahol mi lakunk, Lázas, a Pálmár, az nekem, én imádom, hogy nagyon nyugis. Van, aki a város szereti, én nem mennék városba, én szeretem, hogy nyugis, közel az óceán, nem üdülővezet, nekünk nagyon, nagyon csöndes a lakás is. Tehát ezt mindenki viszont ezt el tudja dönteni, hogy neki mire van igénye, a nyüzsire, vagy a nyugalomra. Ugye fönt az északi rész az kicsit hűvösebb, esősebb lenne, a déli rész az jóval melegebb. Nekem volt sokszor a nézés, hogy hú, de fölmennék északra. De aztán rájöttem, hogy volt, nem akarok én ott fázni, uh-huh, úgyhogy ezt valóban el tudja mindenki dönteni saját maga, hogy mire van igény. Én nem mennék Amerikába, valaki meg azt mondja, hogy fúj, nem jönne Pálmárra. Ezt el tudja dönteni valaki, hogyha tényleg kijön arra 3 hónapra, akkor simán. De ugye nyilván, hogyha ez is aznak is a függvénye, kinek mennyi pénze van, hogyha van pénzed és nincs szükséged munkára, akkor azt el tud dönteni, hogy nekem melyik tetszik jobban. Ha nincs és dolgoznak, azt akkor is kötött leszel, hogy hol kapsz munkát. Illetve a gyerekek vannak, hol van az iskola. Tehát ebben így nem tudok tanácsot adni, mert ez mindenkinek a saját. Mindenki se tetszik. Maga terve. Jó. Jó, hát én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy tudtunk erről beszélgetni. Egy a lényeg, hogyha valaki úgy dönt, hogy kiköltöznek, akkor ezt nagyjából azért gondolja át. Másrészt meg, hogyha valaki arra gondol, hogy ő is lehet, hogy beszállna egy internetes dologba, mert jobban tetsz, akkor viszont keresen téged, tehát mondhatjuk. Ja, nyugodtan. Nyugodt szíves, lelkes, amikor tudsz segíteni. Nagy szeretettel várom az ilyen pozitív emberkéket, akik így hisznek magukba, ambíciózusak, el tudják képzelni azt, hogy tényleg online világba bejárják a félvilágot úgy, hogy mellette komoly munkát végeznek, mert a természetgyógyászat egy nagyon komoly feladat. Tehát nem ilyen himi-humi edényeket árulunk, hanem komoly termékeket, komoly apparát van mögöttünk is, komoly dietetikusok és természetgyógyászok vannak mögöttünk, és mi is komolyan képezzük magunkat. Uh-huh. És nagyon jövőbe mutató feladat, úgyhogy én mindenkit nagyon szeretettel várok, és hogyha tanács kell, akkor is nagyon szívesen egy kávét megiszunk bárkivel, és elmondjuk még személyesen is a tapasztalatainkat. Nagyszerű. Jó, nagyon-nagyon szépen köszönöm akkor a beszélgetést. Jó, hát bízunk benne, hogy akkor minden többen keresnek más nem ez ügyben. Igen. Jó, rendben, köszönöm jó szépen. Innen is még egyszer megköszönnénk Boglárkának az interjút. Ez volt az ő sztoria, nem sokára jön még sok-sok helyhez hasonló, és mindenki tud csemegézni, és ötletet meríteni akár. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük még egyszer. Jó, aki még eddig nem tette meg, és most talán kedvet kap, és kint él valahol, tehát ismétlem, most egyelőre a Kanári-szigetek és Ciprus, nyugodt szíves lélekkel írjon ránk privátba. Láthattátok, hogyha más nem, akkor egy ilyen internetes interjú keretén belül megoldjuk. Jó, úgyhogy sok-sok szeretettel várom mindenkit. Köszönjük szépen, hogy eddig végignéztetek minket, és meg fogjátok nézni a következőt is. Most már hamarosan elstartom normálisan a YouTube csatornánk, ettől függetlenül, hogyha már van kedved, akkor már most be tudod követni. Ugye nem csak ezzel a témával foglalkozunk, nekünk van egy kicsit ilyen kis tetoválás és oldal is. Ha ez is egy picit úgy megpengeti az agyadat, akkor kukkancs oda is be, ott is nyomkod, légy szíves a feliratkozást.
és keresd a Tetovált vagyok nevű oldalunkat is. Úgyhogy még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönjük, és ez is elment. Akkor legközelebb találkozunk. Sziasztok!